Sziasztok! Hát ez egy ilyen, ha, ha, tudom, hogy ilyen kevesen vagytok, akkor hoztam volna valami ajándékot, hogy ilyen jó fejek vagytok, hogy visszajöttetek csak miattam. De majd legközelebb készülök, és megszámolom hányan vagytok. Én most tulajdonképpen viszont úgy kezelem, hogy az, az időkeretem az korlátlan, nem, nem, nem csak vicceltem, mindenkit megmutatnék az én megjelenésem az ilyenkor mindig egy eléggé célzott történet. Általában egyébként akár itt a Panon Egyetemen is lehet velem találkozni nyílt napokon, és ilyenkor még a beiskolázás kapcsán meg szoktunk jelenni, hogy beszélgessünk egy picit arról, hogy mennyibe is kerül ez az egész történet, amiben most belevágtatok, és ez egy mindig egy ilyen nagy dilemma volt, hogy ezen a ponton érdemes -e még erről beszélgetni, és egy pár héttel ezelőtt volt az egyik pénzintézettel közösen egy podcast adásnak a felvétele, ahol egy budapesti egyetemen tanuló az adott banknál egyébként gyakornokként működő hölgy volt az egyik beszélgető partner, és őt megerősített, mert hogy elmondta, hogy ő már ugyan éppen másodéves, de amikor ő elsőévesként megérkezett az egyetemre, akkor itt nem volt képbe azzal, hogy, hogy pontosan mi vár rá anyagi értelemben. Néhány adatot szeretnék bemutatni nektek. Az elmúlt két évben azt hiszem, hogy nem árulok el nagy meglepetést, hogy jelentős mértékben változott a, a költség oldalunk, akár honnan, akár egyetemisták vagyunk, akár egy családot próbálunk menedzselni. Hát a nagyságrendje az egy picit, megmondom őszintén, engem meglepett. A 2020-21-es évhez képest, ugyanis a mostani kétet az idei, illetve az előző évre több mint 200 ezer forinttal nőtt meg azon költségek számosított összege, amit egy majdani egyetemista kalkulál elkölteni, vagy tervez elkölteni a tanulmányai alatt. Ami viszont még meglepőbb, az az, hogy folytatódik az a tendencia, hogy a vidék és a Budapest közötti olló az kezd összezárni. Míg egy 5-6 évvel ezelőtt nyugodtan ki lehetett jelenteni azt, hogy ha valaki Budapesten tervezi a továbbtanulását, akkor sokkal sokkal több mindennel kell kalkulálnia, magasabb költségekkel. Ez az a helyzet, hogy a, a mi pénzügyi tájoló alkalmazásunk adataiból egyre minden évben ennek az ollónak a, a záródását látjuk. Ahogy itt látható ezekből az adatokból, ugye nagyjából 5500 kalkuláció adat alapján, hogy most már nincs egészen 60 ezer forint különbség a két lokalizáció között, amit ha visszaosztunk a fél évről hónapra, akkor ez nagyjából egy 10-15 ezer forintos difit fog jelenteni. Hogyha végig gondoljuk, hogy mi mindenre költünk, akkor az egy olyan óriási nagy meglepetést nem fog okozni, már hogy ez az összeg sem. Ugye amikor mi Akár nyílt napokon, akár középiskolákban osztályfőnöki órákon beszélgetünk a fiatalokkal, akkor mi azt látjuk, hogy nagyjából két dologra koncentrál mindenki, a költségek tekintetében legalábbis. Az egyik az az, hogyha nem vesznek fel állami ösztöndíjasra, akkor mennyit kell majd fizetnem önköltségre. A másik pedig, hogy a lakhatási kérdésem az hogy oldódik meg, tehát lesz-e kollégiumom és hanem akkor az albérlet az hogy fog kinézni. De hogy itt látható ezen az ábrán, azért ennél lényegesen több mindenre fogunk majd költeni. És ezek között ugye ott van az a fránya élelmiszer kérdéskör, ami ugye az egyik legmagasabb inflációs arányjal működik az elmúlt években. Most ami a jó hír, ugye gazdász Karol lehet ilyeneket mondani, hogy diverzifikált portfólió, hát a forrás oldalunkat is ugye illik úgy összerakni, hogy ez lehetőleg ne egy lábon álljon. Reményeim szerint a legnagyobb számban a hallgatók élvezik valamilyen mértékben a család szülők támogatását. Mellette egyre rugalmasabbak az egyetemek a tekintetben, hogy a tanulás mellett végzett munkát valahogy megpróbálják elfogadni, elviselni, nem tudom éppen melyik a jó kifejezés. És ami az üdítő dolog, hogy a felsőoktatásban megjelenik ugye egy olyan juttatási csomag, ami teljesen ismeretlen számotokra. Ebből az egyik típusú az ilyen teljesítmény alapú, mint például a tanulmányi ösztöndi, a másik pedig a szociális rászorultsági alapú, ezek közül talán a legismertebb a rendszeres szociális támogatás, és hát ebben a sorban ott van a diákhitel, ami egy célzott kiegészítő forrás. A munkavégzéssel kapcsolatban én mindig, hogy mondjam, egy kicsit ilyen zavarban vagyok, hogy éppen az egyetem policiának megfelelően, amit mondok, az jó vagy nem jó. Így megpróbálok olyan dolgokat mondani, ami biztosan mindenhol elfogadható. Amit nagyjából tudnotok kell, hogy most, amikor megváltozik majd a illetve már megváltozott az élethelyzetetek. Nagyon sokan ugye most költöztetek ide, albérlet kollégium, hosszabb ideig kell beosztani a saját pénzt. Emellett, ami nagyon fontos, hogy elkezditek saját magatok szervezni a tanulmányaitokat, tehát nem egy ilyen nagyon kötött pályás dolog lesz, mint a középiskolában. És a harmadik dolog pedig, ami nagyon izgalmas, hogy ezért a tananyag mennyisége az meg fog növekedni, tehát másként kell majd viszonyulnunk a tanuláshoz. Itt, ha jól emlékszem, mindig ilyen tanulásmódszertani oldalról is megvilágítják a kollégák, a dolgot. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy van egy fránya jelenség a magyar felsőoktatásban, amit minden intézmény valamilyen szinten elszenved, ez a lemorzsolódás ami ugye annyit jelent, hogy valaki megkezdi a képzés, de nem azzal fejezi be, hogy a diplomát adó ünnepségen a végén a diplomát átveszi. És hát az a helyzet, hogy ez az időszak jellemzően a képzésnek az eleje, tehát az első két fél év tulajdonképpen a veszélyeztetett időszak. Ezt a szlájdot összekötve azzal, amit most mondtam, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy tessék megérteni a rendszert, amiben bekerültetek, felszedni a rutint, és amikor ez már megvan, akkor lehet egy picit szabadabban mozogni, és akkor lehet egy picit bátrabban elmenni akár a munkavégzés felé. A diákhitellel kapcsolatban, most nyilván nem fogok egy ilyen nagyon-nagyon szélszagú, ilyen porszivó jellegű összefoglalót mondani, így például nem sorolnám fel ismételten szóban azt, amit mögöttem láthattok. Amire fölhívnám a figyelmet, hogy mi egy 22 éve működő szervezet vagyunk, nem vagyunk bank, nem egy pénzintézet vagyunk, ennek megfelelően teljesen más kondíciókkal tudjuk nyújtani azokat a termékeket, amikkel ti találkozhattok, illetve amire szükségetek lehet. Itt a teljeség igénye nélkül egyetlen egy dologra azért hadd hívjam fel a figyelmet, pont azért, mert hogy ráadásul nem csak, hogy kevesen vagytok, de hogy a hölgyek voltak azok, akik ilyen nagyon jó fejek voltak és itt maradtak. Nekik így külön kihangsúlyoznám, hogy a családtámogatási rendszer részévé vált 2018-ban a diákhitel, ami azt jelenti, hogy például a második gyermek születésekor a diákhitel szerződéssel rendelkező anyukának elengedjük a tartozás felét, a harmadik gyermek születésekor pedig a teljes tartozást törölni fogjuk, tehát nem kell ezt visszafizetni. De hogy melyik termékekre is vonatkoznak ezek az előbb látható paraméterek, vagy az előbb látott paraméterek. A diákhitel egy konstrukciónk ez, ami a kezdetektől megvan, tehát 22 évvel elérhető. Ezt mi úgy is becézzük, hogy egy szabad felhasználású konstrukció, mindenki arra költi ezt a pénzösszeget, amire szeretné a saját számlájára fog érkezni. Ami nagyon fontos, mind a két diákitel konstrukció esetében, és akkor így egy kicsit spoilerezve lelövöm, hogy van egy diákitel kettő termékünk is. Fontos tudni, hogy van egy borzasztó nagyfokú rugalmassága, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy minden embernek teljesen más a szociális háttere. Lesz olyan, aki sajnos olyan környezetből érkezik, ahol viszonylag kis támogatást tud otthonról kapni, élvezni, akkor neki egy nagyobb arányt kell megfinanszíroznia, de lesz olyan is, akinél ez nagyjából megvan, és éppen csak, hogy egy picit komfortosabb legyen a dolog, ezért van szüksége valamilyen forráskiegészítésre. Ebben az esetben a diákitel egynél úgy kell értelmezni, hogy 15 ezer forinttól 150 ezer forint havi összegig én döntöm el, hogy mekkora összegre van szükségem, tehát ha csak a kollégiumot kifizetem, és azzal már bejebb vagyok, ezzel tudom tehermentesíteni a családomat, akkor ezt is megtehetem. A, ennek a konstrukciónak a kamata jelenleg 7,99%. A diákitel 2 ezzel szemben egy kötött pályás konstrukció, kötött felhasználású konstrukciónak is hívjuk, mert kizárólag az önköltséges hallgatók vehetik igénybe, és kizárólag az önköltségre fordítható, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a felsőoktatási intézmény számlájára fogjuk utalni, és az intézmény ebből az összegből kizárólag az önköltségünket írhatja jóvá. Cserébe a sok kötöttségnek legalább ötször elmondtam ezt a szót az elmúlt egy percben, viszont egy kamatmentességet biztosítunk, és ez nem ilyen kiscsillagos, apróbetűs, kettes betűmérettel a hátoldalt teleírva kamatmentes, hanem ez nettó bruttó kamatmentes, tehát ez azt jelenti, hogy a képzés végén pontosan azzal a tartozással fogok rendelkezni, amennyit egyébként ténylegesen igénybe vettem. A, nyilván a hitelek esetében, miután ez is egy hitel, a nevében is benne van, és bármilyen lobbytevékenység tevékenység ellenére ezt szeretnénk megtartani, pontosan azért, mert nem lenne etikus, eh, hogy mondjam, egy, egy, ilyen trükkös elnevezéssel úgy, tűnt feltüntetni, mintha ez nem lenne az, nem ez egy hitel. A hitelekkel kapcsolatban ugye úgy szoktunk viselkedni, hogy mindaddig, amíg hozzájutunk általuk ahhoz, amit szeretnénk, addig tök jó, meg nagyon szeretjük, aztán amikor el kell kezdeni törleszteni, ez már nem annyira frankó. Most nyilván a diákhitelnél is változna meg a magatartásunk. Viszont amit fontos tudni, hogy miután nem vagyunk bank, ezért természetesen a konstrukciónk, a kondícióink ebben a szakaszban is teljesen eltérőek. Itt a legfontosabbakat gyűjtöttem össze. Az első legfontosabb, hogy nem tudunk arra a kérdésre válaszolni, hogy mennyi ideig tart visszafizetni a diákitelt, mert ez teljes egészében rajtad múlik. A legfontosabb az, hogy jövedelem arányosan törlesztesz, tehát itt nem tud előállni egy olyan szituáció, hogy kétszer akkor a törlesztő részleted, mint a jövedelmed, hiszen a diákitel egynél a 6%-át, a diákitel és sávosan négy kötőjel 11 át kérjük el törlesztős jogcím alatt a bérből. Ráadásul az első két évben még nem is csak a valós jövedelmedet, hanem a minimálbért vesszük alapul, és ami még nagyon-nagyon extra ebben a konstrukcióban, hogy bármikor gond nélkül előtörlesztés megvalósítható, tehát nincs semmiféle extra eljárása, illetve akár bármiféle mondjuk büntetőkamat vagy extra költsége. Az alábbi ábrán azt gondolom, hogy számszerűsítve is jól bemutatható, hogy miért nem kell tartani a diákhitel törlesztésétől. Ezen az ábrán azt próbáltuk érzékeltetni, hogy az előírt kötelező törlesztő részlethez képest az ügyfeleink átlagosan mekkora összeget fizetnek, pontosan azért, mert az előtörlesztést azt mi ugye tulajdonképpen nem büntetjük. A diákitel kettő esetében így azt látjátok, hogy közel kétszer akkor összeget törlesztenek a fiatalok, mint amennyit mi előírunk. A diákitel egy esetében ez pedig nagyjából a másfélszerese. Másfelszer, ez ugye nyilván azt mutatja, hogy ha, ha valakinek gondja lenne a törlesztéssel, akkor a kék kis pöttynek kellene kisebbnek lennie, mint a magenta színűnek. Uh, amit még érdemes tudni, hogy egy abszolút ügyfélbarát, elektronizált folyamat uh, révén lehet hozzájutni a diákhitelszerződéshez. Egy darab ügyfélkapus hitelesítéssel megoldható, ráadásul a Neptunból elindítható a folyamat, ami azért uh, remek, mert ebben az esetben az adatokat sem kell még külön kitölteni. Ráadásul ugye az idei évben még megspékeltük az előbben mondott kedvező konstrukciókat azzal, hogy egy számlavezetési projekt is elindult. Négy bankkal, az itt látható négy bankkal kötöttünk egy nyílt pályáztatás során szerződést, akik vállalták, hogy extra kedvezményeket biztosítanak még számotokra. Én most a részletekben nem mennék bele, mert hogy mindegyik pénzintézet mást kínál. Nagyon-nagyon jók a konstrukciók. Én magam nagyon örültem volna neki, ha annak idején, amikor egyetemista voltam, lett volna ilyen. Záró gondolatként az, annyira, annyit szeretnék még mondani, hogy szerintem ezen a ponton is érdemes még végig gondolni, hogy körülbelül pénzügyi szempontból mi fog ránk várni, mert hogy, mert hogy ahogy az első szájdokon bemutatott számok mutatják, nagy összegekkel fogunk találkozni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt maradtatok, köszönöm a figyelmet, és hogyha egyébként bármi kérdés fölmerül, akkor itt az Oktatási Igazgatóságon is van egy-két kolléga, aki eléggé jól kiképezte magát ebben a témakörben, megszorítatott, de az információk többsége elérhető elektronikus felületeken. Köszönöm a figyelmet.